Üdvözlöm Önöket! Ez a Közügy, az Öböl Televízió közéleti magazinja. Adásunkban a Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetőjével tekintjük át, vásárlóként mi mindenre érdemes odafigyelni az ünnepi készülődés közben. De először Strasser Csilla kolléganőm beszélget a szociális szféra képviselőivel arról, hogyan és miként segíthetünk a rászorulóknak. Már is kezdünk! Köszöntöm kedves nézőinket! Mai vendégeim a stúdióban Pozsonyi Mónika, a Balatonkeresei területi szociális szolgáltató vezetője, illetve Bánes János, a Balaton-Almádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársa. Köszöntöm Önöket a stúdióban! Köszöntöm. Hát megérkezett a hideg, és egyre inkább oda kellene figyelnünk a rászorulókra. Hogy tapasztalják Önök? Odafigyelünk tényleg a rászorulókra? Először is szeretném köszönteni én is a kedves nézőket, és köszönjük előre is a figyelmüket, és nagyon köszönjük Önöknek is, hogy gondoltak erre a lehetőségre, hogy külön felhívjuk a figyelmet a nézők körében arra, hogy tényleg itt a hideg idő, és egyre több olyan ember van, aki hát nem biztos, hogy minden eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy nála is meleg legyen, vagy éppen ételhez jusson. Itt főleg az idősekre gondolunk, de bárkivel előfordulhat ilyen. Úgyhogy köszönjük ezt a lehetőséget, hogy felhívjuk a figyelmüket arra, hogy tényleg a szomszédságokban, a környezetükben nézzenek körül, és ha tapasztalnak ilyet, akkor szíveskedjenek felénk jelezni. És nem tudom, itt rögtön elmondanám a számunkat is. Egy vezetékes telefonszám, ami mindenütt megtalálható, legfőképp az újságban, hogyha mással nem találkozott. Nálunk a 482-943 az a telefonszám, ahol mindig van valaki, és amit mindig fel tudunk venni, úgyhogy ezen szeretnénk kérni, hogyha bármiféle ilyen tapasztalás van, szíveskedjenek jelezni. Köszöntök én is mindenkit, és köszönjük a meghívást. Igen, én is azt tudom megragadni itt a legelején, hogy ez is egy jó lehetőség arra, hogy ismételten, mint minden évben szokás szerint foglalkozunk a témával, kell, bár azt hiszem és azt mondhatom el, hogy akár az ellátási területünkön, akár a másik intézmény ellátási területén azt tapasztalható, hogy az általában az emberek segítőkészek és szólnak. Ez egy nagyon pozitív dolog, és azt gondolom, hogy az összes olyan intézmény, aki érintett ebben a témában, említhetem itt bármely társszervünket, akár hajléktalanellátókat, akár egészségügyi szolgáltatókat, házi orvosokat, iskolákat, önkormányzatokat, tehát bárkit, rendőrséget, aki ilyen értelemben érintett, hogy az együttműködések és a meglévő élő együttműködések alapján azt gondolom, hogy egy jó együttműködés mondható, és valóban jönnek is a jelzések, de ettől függetlenül mindig, bármikor történhet bármi, tehát is várjuk és fogadjuk továbbra is a hozzánk érkező jelzéseket. Én még szeretném hozzátenni, hogy a polgárőrség is nagyon fontos jelzőtagunk, és ők ugye folyamatosan járják a területet, és tényleg tőlük is érkeznek jelzések, és tényleg nagyon jó együttműködés van velük, ugyanígy a rendőrséggel, akiktől folyamatosan kapunk információkat, hetente meglátogatnak bennünket, megbeszéljük a teendőket, tehát tényleg jó együttműködés van a területen, én úgy tapasztalom, és valóban az emberek egyre nyitottabbak erre a témára is, úgymond, és segítőkészek, és általában jelzik is, de sosem árt felhívni a figyelmet, úgyhogy. Mekkora az a terület, amelyet a szolgálatok így lefognak? Hány település tartozik Önökhöz? Hát hozzánk Balatonvilágos, ők mondjuk már Somogy megye, de hozzánk tartoznak, és aztán folytatnám Küngös, Csaják, Balaton, Főkajár, most már Balatonakaratja, és természetesen Balatonkenes, ahol a székhely van. Az Almádi Szociális Alapszolgáltatási Központ ellátási területe, az ugye a Kelet-Balatoni kistérségnek az a csücske, ami Alsóörstől, Felsőörs, Szentkirály, Szabadja, egyértelműen Balaton-Almádi, Balatonfűzfő, Litér, és Királyszent István Papkeszi, ez év elejétől már Papkeszi is a mi ellátási területünk, tehát ezeken a területeken
tudunk jelen lenni, vagyunk jelen, és hát keressük, várjuk a lehetőségeket. Melyek azok a csoportok, amelyekre leginkább oda kell figyelni ebben az időszakban? Gondolok itt az idősekre, gyermekekre. Hát főleg pontosan ezek, és akkor itt jöhetnek még azok, akiket már az előbb is említettünk, hajléktalanok, esetleg, tehát vagy olyan élethelyzetben lévők, aktuálisan krízis helyzetben lévők, akik bármilyen korcsoportból felbukkanhatnak, és hát szükségük van valamilyen segítségre. Mi nem csak abban tudunk segíteni, hogy effektíve adunk valamit, mert ez a legkisebb szelete a mi munkánknak. Mi inkább szolgáltatásokkal segítjük az embereket mentálisan, illetve hát fizikailag úgy, hogy a házi segítségnyújtásban, az idősellátásban olyan tevékenységeket végzünk, ami valóban segítség egy idősnek, amit esetleg nem tud megcsinálni, vagy egy rászorulónak, rokkantnak, tehát beteg embernek. Tehát őket is nyilván vannak olyan élethelyzetek, amiben eddig nem volt szükség segítségre, de most éppen van. Tehát ezeket is várjuk, ezeket a jelzéseket, jelentkezéseket. Vannak esetleg számadataik arról, hogy mennyien ilyen rászoruló tartozik a körzetben? Hát attól függ, hogy mire érti, vagy mire gondolt ebben, mert ugye ellátunk étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást, családsegítést, gyermekjóléti szolgálatot, és ezeknek mindnek nyilván számadatai vannak, pontos adatok, aktuális napi adataink is vannak, hogy éppen aktuálisan hány embert látunk el, de mondjuk én a házi segítségnyújtás területéről tudom mondani, hogy a Területi Szociális Szolgáltató Intézmény jelenleg 76 idős embernél lát el házi segítségnyújtást a területről. Folyamatosan 50 körüli a létszám, akinek ebédet biztosítunk Kenesén, Küngösön, és akkor ezen túl van az idősellátás, ami átlagban ilyen napi 21-22 fő veszi igénybe, ebből többen ebédelnek, van, aki csak bejár a napközbeni ellátásban, tehát az idős klubban. Ezen kívül pedig van a gyerekjólét, illetve a családsegítés. A gyerekjólét vonatkozásában aktuálisan 100 körüli gyermek az, aki részesül a szolgáltatásban. Ez néha több, néha kevesen, mert be és kikerülnek az ellátottak, és a családsegítés, ott kevesebb a gondozotti létszám, de ott meg a napi létszám elég sok, mert ezzel-azzal keresik meg az embereket, tehát a gondozotti létszámunk az ilyen 40 körül van. Úgyhogy ennyi, ilyen számadatokat tudok mondani. Ez a Almádi körzetben? Talán a legveszélyeztetettebbek között említhetjük meg a hajléktalanokat, közöttük is azokat, akik az utcán élnek. Annyit el tudok mondani, hogy a tavalyi évhez képest azok, akik a látókörünkben vannak, és hajléktalanként jelennek meg nálunk, azoknak a száma a tavalyi évhez képest csökkent. Ez egy jó dolog, azt gondolom. Az utcán élők száma most jelen pillanatban a 8-10 között van, ami feltétlenül a nagyobb hideg beköszöntével azért majd lejjebb megy, mivel sokkal inkább igénybe fogják venni a társszerveknek a szolgáltatását, gondolok itt éjjeli menedékre vagy nappali szolgálatra. Az időseknél a gondozási létszámok nálunk területi szinten bőven 200 fölött vannak, ez az étkezők számában is ugyanezt jelenti. Az idős nappali ellátásában szintén ezen a számon mozgunk körülbelül. Ezek azok a személyek, akiket látunk, akikkel gyakorlatilag napi kapcsolatunk van, sokakat viszont nem láthatunk. Ehhez ugye hozzátartozik az, hogy egy alapvetően ez abból ered, hogy ha például csak Balaton-Almádi lakosság számát nézem, akkor csak a 70 év felettiek száma meghaladja az 1400-at. Na most azért egy elég jelentős szám, hogyha bővítjük, vagyis ugye lejjebb visszük a korhatárt, már egy nagyobb szám kerül előtérbe,
Tehát vannak sokan, akiket nem látunk, de ezért jó, és ezért van a jelzőrendszer akár a felnőtt védelemben, amiben gyakorlatilag beletartozik mindenki, és ahogy említettem, vagy mondtam, az együttműködések lévén viszonylag sok helyre eljutunk, és sok mindent látunk, de újra és újra elmondjuk, ha valaki tud és hall, az kérjük, hogy szóljon és jelezzen. Szó van itt arról, hogy ha valahol egyedül élő idős van, akinek mondjuk nem jut, vagy nem annyi jut tüzelőre, vagy mondjuk az étkezése egy kicsit nehezebben megoldható, vagy az ünnepek alkalmával magára marad. Igyekszünk, és eddigi tapasztalatom az, hogy mindenhol meg tudtuk oldani, hogyha valami hiány volt. Hát ilyen értelemben az a szám, ami a hajléktalanoknál megvan, az akár az idősellátásra gondolva nem mondható. Olyanról nem tudunk, hogy például család vagy gyermek élne utcán vagy területen, tehát ilyen értelemben szerencsések is vagyunk, és azt hiszem, hogy nem egy jellemző probléma adott esetben ez. Lesz-e vagy van-e már akár folyamatban is adománygyűjtés, és ha igen, akkor mit várnak leginkább? Hát igen, most már szervezzük az adománygyűjtést, hiszen hétvégén már advent első vasárnapja van, és ilyenkor azért az emberek kicsit hát adakozóbbak is. Ahogy kezeledik az ünnep, egyre inkább átérzik azt, hogy nem csak az fontos, hogy nekik legyen, hanem másnak is. És ilyenkor talán könnyebb is megszólítani őket. Úgyhogy mi is meghirdettük, mint minden évben, hogy az adománygyűjtést, kifejezetten karácsonyra. December 12-ig várjuk az intézményünkbe azokat a tartós élelmiszereket, tisztálkodószereket, amit szívesen odaadnak, de akár gyümölcs is lehet, tehát alma, amit esetleg nem tud felhasználni valaki, és szívesen odaadja a rászorulóknak. Mi ebből összeállítjuk évente a csomagot, és változó számmal éppen mennyi csomagot tudunk összeállítani, ezt tudjuk kivinni a rászorulóknak. Eddig nagyon jó tapasztalatunk volt, mert vállalkozók akár pénzzel is tudták támogatni ezt az adománygyűjtést. Ilyen esetben a Balatonkeresért Alapítványon keresztül fogadjuk a pénzt, és így tudunk elszámolni. Azt azért már szeretném mondani, hogy az idén egy új kezdeményezést is elindítunk, ami azt jelenti, hogy szeretnénk mindenkinek az asztalára kenyeret adni, és a helyben lévő Katica pékséggel sikerült azt a nagyon szép célt kitűzni, hogy ha ott felajánlanak, esetleg még megvásárolnak kenyeret pluszba, azt kivisszük majd a rászorulóknak, ezt külön fogjuk gyűjteni. A maga Katica pékség felajánlott számunkra 200,5 kilós kenyeret, tehát gyakorlatilag 100 kiló kenyér már rendelkezésre áll, és ehhez gyűjtünk további kenyereket, és akkor ezt fogjuk mindenképpen valami módon kijuttatni azoknak, akikről tudjuk, hogy kevés van nekik, illetve nem biztos, hogy jut kenyér az asztalra. Az adománygyűjtés az nálunk is működő dolog régóta. Legutóbb például csatlakoztunk a területünkön a Máltai Szeretett Szolgálat Erdélybe irányuló csomaggyűjtéséhez, ami nagyon jó program volt. Ezen kívül a saját intézményeken belül természetesen mi is adományokat fogadunk, közvetítünk. Ez vonatkozik adott esetben eszközökre, mondjuk kórházi ágyra, kályhára. Természetesen a felajánlásokat továbbra is ilyen értelemben is fogadjuk. Működik nálunk egy szeretetválfa, és ez gyakorlatilag a ruha adományozásnak egy nagyon szép formája, és most indítjuk útjára a szeretett stelázsit, ami szintén várja az adakozókat, ami pont arról szól, hogy azon a képzeletbeli polcon, és azon a valóságos polcon is, ami az intézményünkben van, megjelenhet egy tartós élelmiszer, amit bárki akár név nélkül bejöhet és elvihet, és
pótolhatja esetlegesen hiányzó szükségletét. Adományokat folyamatosan fogadunk, akár gyerekeknek, akár családoknak, akár időseknek. És akkor itt azért azt is elmondanám, hogy ebben az évben, most december 1-től, tehát jövő hét hétfőtől, december 12-éig az intézményünkben történik az Almádiban élő 70 év feletti időseknek a karácsonyi ajándékjegy átvételének a lehetősége, folyamatos nyitvatartással hétfőtől péntekig minden nap lehet jönni hozzánk ezért az ajándékutalványért. Most zajlott le gyakorlatilag a faadományoknak a pályáztatása is. Itt is, amíg kimaradó, vagy ahol szükség felmerülő esetekben ott vagyunk, és hogyha olyan van, akkor tudunk segíteni, igyekszünk segíteni. Manapság egyre fontosabb az önkéntes munka, most már a középiskolásoknak is ez a programban benne van, hogy önkéntes munkát kell végezni. Önök hogy tapasztalják, vannak önkéntes jelentkezők önöknél? Igen, a középiskolások részéről feltétlenül, tehát több középiskolást is fogadunk. Nagyon ritkán, de akad azért felnőtt önkéntes jelentkező is, aki csak úgy szeretne segíteni. Megvan rá a lehetőségünk, úgyhogy szívesen fogadunk önkéntest. Főleg ilyenkor jól is jön, mert a csomagok elkészítésénél, egyebeknél ilyenkor megnövekszik a munka, úgyhogy szívesen látjuk őket. Azt tudom csak elmondani, hogy egyre erősödő dolog ez az önkéntesség. Jellemzően, vagy többségében ugye a középiskolások jönnek és jelentkeznek, és vannak nagyon meglepő és jó példák. Távoli településekről, jelen esetben a nyáron nálunk volt olyan fiú, aki Budapestről a nyaralási időszakának az egyik részét gondolta úgy, hogy segítségnyújtásra fogja eltölteni, és hát nagyon jó tapasztalatokat szereztünk ezzel kapcsolatban. Sok helyen tudnak segíteni, akár idősellátásban, akár a felnőtt területeken, de még a gyermekek ellátásánál is, abban az értelemben, hogy bizonyos rendezvényekhez kapcsolódóan, akár előadásokkal, akár az előadások szervezésénél kisebb-nagyobb munkátokban tudnak részt venni, és tapasztalatunk szerint szívesen is csinálják és jönnek. Azt kérném, hogy mondjuk el akkor még egyszer azokat a telefonszámokat, amelyen bárki, hogyha segítséget szeretne nyújtani, vagy akár önkéntesnek jelentkezni, akkor azt fel tudja hívni. Hát Balatonkenesén a 482-943-as vezetékes telefonszámot minden esetben fel tudják hívni, és itt a karácsony beköszöntével, illetve az ünnepek között is ügyelet van, tehát éppen csak azokon a napokon nincs, amikor ünnepnapon vagyunk, de hát akkor meg máshonnan tudunk kapni jelzéseket, egyébként pedig vagyunk, tehát szívesen állunk rendelkezésére mindenkinek, és én is azt szeretném még megerősíteni, hogy mi is évközben is bármilyen ruhaadománnyal és egyéb adománnyal, amit úgy gondolnak, hogy továbbadnának, szívesen állunk rendelkezésre a lakosság számára, és hát igyekszünk közvetíteni, tehát továbbítani ezeket. Egy kicsit visszakanyarodva az elejére, amennyiben van rá lehetőség, Balaton-Almádi kistérségi területén belül, ami nagyon fontos telefonszám és nagyon fontos szervezet, az a Vöröskereszt Várpalotai térségi ellátó intézménye, aki az utcai szolgálatot működteti. Van egy olyan telefonszám, ami a 34-es körzet, egy kicsit puskáznunk kell, 511-028, ez a szám éjjel-nappal hívható, ez egy olyan ügyelet, ahol az utcai szolgálatokat értesítik utcán magára hagyott személyekkel kapcsolatban. Ami ezen kívül hívható telefonszám, az az intézményünk központi telefonszáma, hogy a 88-as körzetről beszélünk, az az 542-551. Elmondanék még egy további lehetőséget, az a minden szerdán nálunk, a Máltai Szeretett Szolgálat által és az általunk működtetett
mozgó orvosi szolgálat, amely a hajléktalan vagy fedél nélküli személyek számára nyújt orvosi szolgálatot. Itt a szűrővizsgálatokat említeném még legfontosabb elemként, valamint most az influenza elleni védőoltásoknak a lehetőségét. Már vannak fedél nélküliek, akik megkapták, és még vannak szérumok, tehát várjuk, aki esetleg ismer, lát, hall, az nyugodtan szólhat, várjuk őket, megkapják a Máltai révén. Annyit szeretnék még elmondani, hogy minden évhez hasonlóan az idősek részére központilag is, helyben is minden klubnál van egy központi programunk, de most szintén Almádiban 15-én lesz egy közös nagykarácsonyi program. Tavaly Oswald, Marika és Csere László színművész tartott egy órás operett műsort. Az idei meglepetés vendégeket nem árulnám el, a klubjaink számára szervezzük. Ezen kívül a gyerekeket fogjuk elvinni 11-én, csatlakozva az országos innovációs elképzelésekhez, az Audi és a Győri Önkormányzat mobilis parkjába, egy olyan karácsonyi élményt szerezve, mint például az elmúlt évben a Csoki gyár, vagy az előtte lévő évben az operett előadás megtekintése. Azt gondoljuk, hogy élményt szeretnénk és lehetőséget adni. És ehhez hozzátartozik az is, hogy az ünnepek között is nyitva leszünk minden településen, Alsóörstől Felsőörsön, Szentkirályszabadján, Almádin, Fűszfőn, Litéren, Papkeszin, Királyszent Istvánon keresztül mindenhol lesz elérhető ember. A számunk 88-542-551. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Reméljük, hogy tudtunk a nézőknek segíteni, hogy akkor pontosan hogyan is tudnak segíteni a rászorulókon, és akkor tényleg arra kérünk mindenkit, hogy figyeljenek oda, akár a szomszédaikra, akár hogyha az utcán találkoznak egy rászorulóval, és akkor bátran hívják ezeket a telefonszámokat. Köszönöm szépen. Köszönjük még egyszer. Szépen. Köszönjük szépen. Az adventi időszakba léptünk, közeledik a Mikulás és a karácsony is. Ilyenkor különösen nagy odafigyeléssel, jogaink ismeretében érdemes vásárolni. Erről beszélgetek mai vendégemmel, Roxer Egonnal, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetőjével. Köszöntöm a stúdióban. Köszöntöm a nézőket. Köszöntöm Önt is. De még mielőtt rátérnénk erre a témára, egy picit kanyarodjunk vissza azért a nyári szezont, ha értékelni pár mondatban, hogy fogyasztóvédelmi szempontból a Balatonpart és a megye hogyan vizsgázott? Hát az idei évben eddig nem csak a Balatonparton, gyakorlatilag a 42 téma vizsgálat alatt, amit a felügyelőségünk folytatott, olyan 1000-1050-1100 ellenőrzést végeztünk. Ezeknek az ellenőrzéseknek a tapasztalata valamivel jobb, mint a tavalyi évben, olyan 30-33%-os az átlag feltárási arányunk, ez az előző évhez viszonyítva ez majdnem 10%-kal kedvezőbb arány. Jellemzően az idegenforgalmi szezon ellenőrzéseit tekintve, ahol a Balatonparton a vendéglátóegységeket, a szezonhoz kapcsolódó egyéb vállalkozásokat, szolgáltatásokat ellenőriztük, a feltárási arány 40%-os, ez is jobb valamivel, mint a tavalyi évben, tehát kedvezőbb a tapasztalatunk, javult az előző évhez viszonyítva. Jellemző az, hogy a hiányosságok nem igazán súlyosak. Itt a balatonparti településeken inkább kisebb hiányosságokat tapasztalunk. Ezek milyen jellegű panaszok vagy hiányosságok, amikkel a hatóság találkozik? Hát itt igazából nem a panaszokra gondoltam bejelentésekre, hanem az általunk végzett ellenőrzések tapasztalataira. A vendéglátó ellenőrzéseknél jellemzően a hitelesített mérőeszközök használatával találunk bizonyos problémákat, illetve hát az árfeltüntetéssel a termékeknek az árát nem feltétlenül mindenhol az összes termék árát tüntették fel, illetve jellemzően találkoztunk olyan vendéglátó egységekkel, ahol nem hitelesített űrmértékkel mérték a folyóbort vagy a tömény szeszeket, vagy a tömegre értékesített termékeknél például sült hal, saláta, egyéb sült krumpli, egyéb finomságoknak az értékesítése során
a mérést nem hitelesített mérőeszközzel végezték. Így is nagyon kevés volt az a tapasztalat, amikor a vásárlót ilyen szempontból megkárosította volna a szolgáltató. Ezt támasztja alá a pozitív listára felkerült megyei vállalkozások száma is, ugye, ha jól tudom, illetve, hogy Alsőörs fogyasztóbarát település címet nyert el a hatóság pályázatán. Igen, ugye van egy olyan lehetőségünk, hogy miután ugye a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján a fogyasztóvédelmi felügyelőségek kötelesek a szankcionált vállalkozásokat listázni, tehát hogy az általunk kiadott határozatok ezek mind megtalálhatók a honlapon, ezért aztán a felügyelőség úgy döntött annak idején, amikor bevezette a pozitív listát, hogy legyen egy pozitív diszkrimináció is. A pozitív lista azokat a vállalkozásokat tartalmazza, amelyek az idegenforgalmi szezon ellenőrzései alatt, illetve a jótállás szavatosság témájában valamilyen végzett ellenőrzés során megfeleltek az ellenőrzés követelményeinek, tehát nem találtak hiányosságot az ellenőreink, illetve hát egy évre visszamenőleg nem volt elő semmiféle panaszbejelentés. Ezek a vállalkozások megtalálhatók a pozitív listán. Nem olyan régen, ugye a Veszprém megyében a nyári idegenforgalmi szezon ellenőrzései kapcsán 12 vállalkozás kapta meg ezt a megtisztelő címet, hogy fölkerülhetett a pozitív listára. Minek köszönhető ez a szemléletváltozás, ami a hatóság és a vállalkozók hozzáállásában is tapasztalható? Hát ugye igazából a fogyasztóvédelmi hatóságok a munkájuk során legjobb hatékonyságot igazából a tájékoztatással, az oktatással, a prevencióval tudják elérni. Itt most ugye két fele kell gondolkodnunk, egyik oldalról a vállalkozóknak a tájékoztatására gondolok olyan szempontból, hogy ismerjék lehetőleg, minden olyan jogszabályt ismerjenek, ami meghatározza a tevékenységüket, akár a szolgáltató, akár az egyéb kereskedelmi tevékenység során, illetve a másik oldalról pedig a vásárlók tájékoztatására gondolok, akik általában véve elég tájékozatlanok a saját jogaik tekintetében, tapasztalataink szerint, ezért mindenféleképpen előrelépést úgy tudunk elérni fogyasztóvédelem tekintetében, hogyha egyre több tájékoztatást, oktatást folytatunk, akár a vállalkozások, akár a fogyasztók tekintetében. Hogyha vannak olyan vállalkozók, akik szeretnének felkerülni erre a pozitív listára, és ezzel mondjuk népszerűsíteni a saját szolgáltatását vagy települését, hova, kihez fordulhatnak tájékoztatásért? A pozitív listának a kritériumai a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján megtalálhatók, akár hozzájuk, akár a megyei fogyasztóvédelmi kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségeihez fordulhat a vállalkozás, minden információt megadunk ezzel kapcsolatban. A pozitív listára való felkerülést igazából általában a hatóság kezdeményezi. Tehát mi az ellenőrzéseink kapcsán találunk olyan vállalkozást, akinél nem találunk hibát, és illetve nem volt más szakhatóságnak sem problémája vele, illetve nem volt vele szemben panaszbejelentés, azt mi javasoljuk a pozitív listára, de kérheti a vállalkozás is a pozitív listára való felkerülést. Ilyen esetben mi egy külön ellenőrzést végzünk tulajdonképpen a vállalkozó kérésére, és amennyiben megfelel a kritériumoknak, a kritérium alatt igazából a jogszabályi kötelezettségeket kell érteni, akkor föl tud kerülni a pozitív listára. És akkor térjünk rá a jelenlegi fő témánkra, ugye erre a nívós és tartalmas szezonra, ami most következik, az advent és karácsonyi időszak. Ilyenkor azért nagyon nagy összegben, nagyon nagy tömegben, sokszor kapkodva vásárolnak az emberek. Milyen veszélyeket rejt ez önmagában?
Hát ugye a vásárlás önmagában is rejt veszélyeket, hogyha ugye az ember nem tudja azt a terméket, nem találja valahol, amit szeretne megvásárolni, vagy nem olyan áron, vagy esetleg netalán lemarad valamiről. Ilyenkor karácsonykor jellemző, ugye nagyon sok akció, erre is oda kell figyelni. Én mindig el szoktam mondani, hogyha valaki kérdezi a karácsonyi vásárlás kapcsolatban, mire figyeljen oda, a legelső az, hogy próbálja a vásárlást tervszerűen előre önmagában tisztázva, hogy mit szeretne venni, és tájékozódni, manapság ez már ugye nem olyan nehéz, itt az internet, a sajtó, a média, nagyon sok helyen lehet tájékozódni a termékekkel kapcsolatban, hogy hol érdemes vásárolni. Mindenféleképpen körültekintően kell vásárolni. Ugye ilyenkor a karácsonyi szezon, az az ajándékozás szezonja, elég sok, jellemzően sokan vásárolnak a gyerekeknek játékot, illetve jellemzően ilyenkor vásárolnak elég sokan műszaki cikkeket. Mindenféleképpen azt javaslom, hogy ezeket a termékeket, akár a műszaki cikkeket, akár a játékokat lehetőleg szakboltokban vásárolják meg. Nagyon fontos, hogy ezeknek a használata során, hogyha netalántan meghibásodik, vagy egyáltalán a használat során azok az információkat megkapják, ami szükséges a termék használatához, illetve rendelkezzenek a termék azonosíthatóságával, a származása helyének ismeretével, hogyha valami probléma van vele, akkor javítatni lehessen, meg lehessen keresni azokat a szervizeket. Mi alapján lehet rangsorolni, vagy különbséget tenni az üzletek között? Már ilyen szempontból, hogy esetleg megkapjuk a kellő tájékoztatást, vagy sem? Hát én mindig azt szoktam mondani, hogy az utcán lehetőleg ilyen termékek ne vegyünk. Tehát házalótól, piacon, bizonytalan forrásból ne vásároljunk akár olyan terméket, ami veszélyt rejthet magába, itt az elektromos készülékekre gondolok, akár a játékokra, mert a játék is rejthet esetleg veszélyt a gyermekre, akinek ezt megvásároljuk. De ilyen alapon mondhatjuk azt is, hogy a hipermarket sem egy megbízható forrás, mert ott is annyiféle osztályon dolgozik olyan kevés eladó, hogy nem biztos, hogy pont ahhoz ért, és arról tud megfelelő tájékoztatást adni, amire nekem szükségem van. A tapasztalatunk az egyébként, csak példaként említem, hogy azért egy számítógépet nem a hipermarketben vásárolnám meg semmi, bár ott is van ugye nyilván olcsó számítógép. Én nem ott vásárolnám meg, hanem én lehetőleg abban a szaküzletben vásárolnám meg, ahol ezzel foglalkoznak, ahol az eladók tudják, hogy mit adnak el, ismerik, értenek a készülékekhez, tudnak segíteni a vásárlásban is, így aztán előfordulhat, hogy talán egy olyan terméket sikerül megvásárolnom, amilyenre én vágyom. Ha ugye ez a segítség a vásárlás során nincs meg, mondjuk esetleg ne találtan egy hipermarketben, ahol nem a fő profil az a műszaki cikk, amit én keresek, akkor lehet, hogy esetleg a vásárló mellé fut, mondanám így a vásárlásnak, és aztán utána jönnek a problémák, ami már nem olyan egyszerű. Itt kéne úgy gondolom felhívnom a vásárlók figyelmét arra, hogy a karácsonyi vásárlásnál arra is oda kell figyelni, hogyha te olyan helyen vegyem meg a terméket, hogyha netalántán úgy gondolom, hogy ezt vissza kéne vinnem, mert nem jó a színe, ajándékba adtam valakinek, nem jó a mérete, bármi más miatt esetleg úgy gondolom, hogy ezt a terméket vissza szeretném cserélni, akkor egy olyan üzletbe kell megvenni, ahol ezt meg is tehetem. Ugyanis a jogszabály nem írja elő azt, hogy a terméket az üzletnek vissza kell cserélnie. Igen, ez talán egy tévhit, hogy így van. Hogy ez terjedt el szerintem az utóbbi időkben, hogy akinek valamiből kettő van, vagy kicsi, mert nem találták el a méretet, az nyugodtan visszamehet az üzletbe a két ünnep között, ezt szokták is hangsúlyozni több helyen. De ez gyakorlatilag akkor nem kötelessége, nem. Hanem a jó indulata. Igazából az üzletpolitika dönti ezt el. Jellemzően egyébként azért akármilyen üzleti profilt nézünk, akár a műszaki cikkeket tekintve, de leginkább ugye ruházati jellegű cikkek, vagy termékekről, vagy ajándékokról van szó, az üzleteknek a 60-70%-a ebben a karácsonyi időszakban bevállalja azt, hogy cseréli az ünnep után ezeket a készülékeket, ezért kell tájékozódni előtte. Tehát az üzletben meg kell kérdezni, hogy akkor mi van, ha valami nem jó sikerül a vásárlás során, megmondják, és akkor utána nem okoz problémát ez a dolog. Nyilvánvalóan minden egyes vásárlásnál, ugye fel is van tüntetve, hogy a
pénztártól való távozás után nem fogadnak el reklamációt, azért a blokkot is érdemes átnézni, meg is kell tartani, de mi a helyzet akkor, amikor ugye vissza akarja cserélni az ember? Mi a különbség a jótállás és a szavatosság között? Ezt a beszélgetésünk előtt említette, hogy ebben van törvényi változás is. Igen. A jótállás ugye az egy plusz lehetőség, egy plusz joga a vásárlónak. Igazából a kötelező jótállás Magyarországon egy év azokra a termékekre, amelyre a vonatkozó 151-es kormányrendelet előírja. A kormányrendeletnek van egy melléklete, és ott ez felsorolja azokat a termékeket, amelyek a kötelező egy év jótállással értékesíthetők. Ezekhez a termékekhez jótállási jegyet kell adni, a jótállási jegyen pedig a vásárlót tájékoztatni kell a jogairól a jótállással kapcsolatban. Ezek a termékek jellemzően műszaki jellegű termékek, de és itt ugye itt történt egy bővítés, egy jogszabályváltozás, az idei ősztől ez a lista kibővült. Például elég konkrétan meghatározta azokat a termékcsoportokat, amiket ugye ide kell sorolni, ilyen elektromos háztartási készülékek, különböző olyan műszaki cikkek, amik eddig ugye nem voltak ebben a termékben. Például lehet említeni optikai cikkeket, de például kötelező jótállással kell értékesíteni ősztől kezdve az ékszereket, amik eddig nem voltak ebben a listában. Óra volt, ékszer nem volt, persze 10 000 forint feletti értékű termékekről beszélünk. Tehát példaként említeném az ékszert. Felhívnám a figyelmet arra még, hogy ha netalántán a vásárlónak meghibásodik a készüléke, és ugye a jótállással kapcsolatban igényt jelent be, ezt a forgalmazónál is megteheti, illetve megteheti a szerviznél is, ha van kijelölt szervize a készüléknek. A forgalmazó köteles a terméket javításra átvenni és intézni a minőségi kifogással kapcsolatos ügyeket, és köteles jegyzőkönyvet fölvenni, ha a vásárló meghibásodást bejelent a termékkel kapcsolatban, és ebben a jegyzőkönyvben, ha netalántán vitat valamit a vásárló igényéből, akkor ezt érdemben közölnie kell a vásárlóval. Már említette az elektromos készülékeket, berendezéseket, ezekre érdemes különösen odafigyelni, ha jól tudom, mert azért a karácsonyfaégőtől bármilyen elektromos apróságig háztartási balesetet is okoz, úgyhogy ezért különösen érdemes odafigyelni arra, hogy honnan is, milyen származású, milyen anyagból és milyen jótállással készül ez a Tehát ugye elektromos készüléknek a vásárlására mindig oda kell figyelni. Már mint említettem, a szakboltok azok azért túl sok kockázatot nem rejtenek magukban, de ugye nagyon lényeges, hogy a terméken mindig figyeljük azt, hogy azok az információk, amik egy elektromos készüléknél alapvetőek, ezek legyenek feltüntetve, illetve figyeljük azt, hogy magyar nyelvű tájékoztató legyen a terméken, a céljel mindenféleképpen legyen feltüntetve, a céljel ugye azt jelenti egy terméken, hogy az Európai Unióban forgalmazható, és ez a forgalmazás az összes előírásnak a termék megfelelőség igazolással rendelkezik ahhoz, hogy a jogszabályoknak, illetve a szabványoknak megfeleljen a termék. Nyilván bizonytalan helyről ilyen készülékeket az ember ne vásároljon, mert nem biztos, hogy utána, hogyha meghibásodik, valamit tud vele kezdeni. Ez lényeges kérdés. Elég sok szabvány vonatkozik ezekre a műszaki termékekre, amik előírják, hogy fel kell tüntetni a termékeken azokat a veszélyeket, amelyek a használatnál a vásárlót valamilyen módon befolyásolhatják. Erre kell odafigyelni, hogy ezek magyar nyelven minden terméken legyenek meg. Ismerjük a gyártóját a terméknek, a forgalmazóját, ez is a terméken, vagy a hozzáadott dokumentumokon megtalálható kell, hogy legyenek. Az ár és a termék megjelölés is szokott gondot okozni a hétköznapokban is, de hát ilyenkor azért, ugye, hogy említettük, hajlamosak vagyunk a kapkodásban egy kicsit jobban mellé nyúlni, vagy elnézni azt, hogy mit is és milyen áron is vásárol az ember. Illetve ugye vannak akciós és értékcsökkent termékek, ha már így az árról beszélünk. Mi a különbség ezek között, és mi az, ami,
amire van joga a vásárlónak, és mi az, amire nincsen ilyen szempontból. Tehát ugye az árfeltüntetésre vonatkozó jogszabály az azt írja elő, hogy minden termék mellett vagy a környékében azonosíthatóan, jól olvashatóan fel kell tüntetni a terméknek az árát. A termék árát az az összeg jelenti, amit a vásárló fizet. Tehát, hogyha valaminek 50%-os akcióban értékesítenek, akkor annak az árát kell kiírni. Tehát az 50%-kal csökkentett árat kell a termék mellett feltüntetni. Tehát a vásárlónak mindig azt kell tudnia, hogy mennyit fog fizetni a termékért. Ez egyik része a dolognak. Tehát ne kelljen még számolgatnia. Nincs, a vásárlónak nem kell számolnia. A vásárlónak azt kell látnia, az árfeltüntetés azt jelenti, amennyit neki fizetnie kell. Ez minden esetben így van? Bocsánat, ez minden esetben így van. De hogy ez minden esetben így is történik? Hát a címkézés? Vagy? Hát nem, hát sajnos vannak, ugye vannak nyilván a szolgáltatók, a kereskedőknél is vannak hibák. Jellemző hiba az egyébként, hogy mondjuk kírják, hogy 50%-kal olcsóbb akció van, és nem a csökkentett árat tüntetik fel a terméken. Ugye ez jogszabálysértő. Előfordul az is, ugye, hogy egy termék mellett esetleg zavaróan több ár is megtalálható. Ilyen esetben a jogszabály azt mondja, hogy ha a terméken több árat tüntetek fel, akkor mindig a legalacsonyabb árat kell fizetni a vásárlónak a vásárlás során. Kérdezte az értékcsökkent terméket. És az akciós közti különbség. Most ugye általában az akciós termékek nem értékcsökkent termékek. Itt ezek az akciók, ugye ezek valamilyen esemény, ez itt most ugye az adventi vásárokhoz kapcsolódnak. Ezeken a vásárokon a leárazások nem azért történnek legtöbbször, mert a terméknek valami problémája, hibája van, hanem ezek üzletpolitikai szempontból minél többet vásároljon a vásárló. Tehát ezek a termékek ugyanolyan megítélés alá esnek, ha netalántán a jótállást vagy a szavatosság szempontjából vizsgáljuk, mint egy eredeti áron vásárolt termék. Tehát attól azért, mert a terméket olcsóban vettem meg, azért a vásároló jogai nem csökkennek. Ugyanolyan jogai vannak a vásárolónak, mintha egy teljes áron vásárolta meg a terméket. Viszont mi az, hogy értékcsökkent termék? Az értékcsökkent termék fogalma az akkor jelenik meg, amikor valamilyen terméket valamilyen hibával értékes árusít ad el a kereskedő, és erről a hibáról a vásárló tud. Tehát szoktak műszaki cikkeket is leértékelni, például egy hűtőszekrényt azért, mert az oldala sérült, hiányzik a festék róla, be van horpadva egy kicsit, attól a termék még működőképes, jól működik, de nyilván kevesebb, kisebb áron értékcsökkenten értékesíti, és ilyenkor a vásárló tud arról, hogy mi a hibája a terméknek. Ilyenkor, ha a termékre vonatkozóan a jótállás és szavatosság tekintetében a jótállási vagy szavatossági joga az ismert hibára nem vonatkozik. De egyébként, ha a termék meghibásodik, bármi más hibája keletkezik, ugyanolyan jogai vannak a vásárlónak, mintha egy teljesen épp terméket vásároltunk. A szolgáltatónak milyen termékeket kötelessége visszacserélni, és milyen esetben? Illetve, hogyha ez esetleg nem következik be, akkor hova lehet panasszal fordulni, és milyen esetben érdemes panasszal élni? Ugye ismeri a kereskedelem ismert a három munkanapos csere. Ez a csere azokra a termékekre vonatkozik, amelyek a vásárlás során olyan meghibásodást keletkezik, vagy hibásan vásárolta meg a vásárló, hogy a használatát akadályozza ez a hiba. Például a hűtőszekrény nem hűt. Ezeket a termékeket a kereskedő munkanapon belül köteles visszacserélni, és ilyen esetben nem vizsgálhatja azt, hogy ezt a terméknek a javítása neki gazdaságosabb. Normál esetben egy termék, ha meghibásodik, és bejelentjük a meghibásodását a forgalmazónál, vagy a szervizben, ugye a vásárlónak több lehetősége vannak sorban, ugye a terméket a kereskedő javíthatja, kicserélheti, illetve a második körben árleszállítást alkalmazhat, vagy a vásárló elállhat a szerződéstől. Ezeket a jogokat adja a vásárlónak a polgári törvénykönyv, illetve a vonatkozó jogszabályok. Meg is térítheti a szolgáltató a termék költségét, hogyha esetleg
nem jutnak dűlőre, úgymond, akkor visszaigény, visszakérheti a termék. Így van, ez így igaz, tehát hogyha a termék nem javítható, a termék nem cserélhető, értelmetlen egy árcsökkentés, akkor, és ez egy kötelező jótállással értékesített termék mondjuk, akkor a vásárló joggal kéri vissza a termék árát. Nem ez a jellemző általában egyébként, mert ez általában a termékek javíthatók, főleg ugye a műszaki jellegű termékek, de ugye mondom, ha 3 napon belül hibásodik meg a termék, akkor a forgalmazó, amennyiben ez lehetséges, köteles kicserélni a terméket. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást is, hogy elfogadta a meghívásunkat. Remélhetőleg kedves nézőink többségének örömet és nem bosszúságot fog okozni ezen információk ismeretében az ünnep. Köszönöm szépen. Ennyi fért a közügybe. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra.